Ebben a rendkívül rövid videóban nézhetjük meg azt, hogy amikor én már beküldtem a tanárnak az elvégzett munkámat, ő kijavítva visszaküldi nekem az információkat, akkor mit fogok látni. Ugye kattinthatok ide a falon lévő feladatra, vagy itt fent a feladatoknál is látom, hogy ugye ez az egy volt eddig feladat megtekintésénél. Látom az információkat, tehát látom, hogy osztályozva van. Na hát akkor nézzük. Azt látom, hogy az értékelés az... Egyrészt látom itt, hogy 2 pontot kaptam az 5-ből. Itt látom, ha van ilyen rubrikának nevezett értékelési táblázat, hogy mondjuk helyesírásra 1 pontot kaptam, szakszókincsre 1 pontot kaptam, tehát szépen lehet követni, hogy miért jött, hogy jött ki ez a pontszám, illetve legfelül még azt is látom, hogy mennyi lett, hány százalékot értem el, hogyha itt esetleg 5 a maximum, akkor nyilván, hogy ez hány jegyet, milyen jegyet ér a naplóban, tehát ezt mind látom ezen a felületen. Ami viszont még fontos, hogyha akár csak egy képet küldök vissza, akár egy dokumentumban dolgoztam. Mindig érdemes megnézni, mert a tanár kommenteket, egyéb információkat adhat meg a munkám minőségéről. Például itt látszanak ilyen tanári kommentek, amelyekben egyéni segítséget kaphatunk arról, hogy hogyan, mivel lenne érdemes még fejlődni. Ha kipipálom, azzal gyakorlatilag eltüntetem az adott kommentet. Ennek akkor van jelentősége, hogyha elkészítek egy vázlatot, a tanár ezt kommentekkel ellátva visszaküldi, én pedig a kommentek, javaslatok, tanácsok alapján újraírom, véglegesítem, és akkor ugye amiket már kijavítottam, azoknál a kommenteket eltüntettem, hiszen azokkal már nem kell többet foglalkoznom. Ez most egy végleges verzió, tehát itt igazából mindegy, hogy látszanak-e vagy nem látszanak. Nos, ami szerintem jó a Google Classroom felületén, hogy egyszerű, alapvetően átlátható és működik. Még egyszer, telefonról, ha használják, elegendő a böngésző, de van egy külön Classroom app. Ha telefonon akarnak szöveget szerkeszteni, táblázatot készíteni, prezentációt készíteni, akkor mindenképpen szükségük lesz egy appra, amelyel ezt megteszik. Ha a neten, úgy értem, hogy a számítógépen, laptopon dolgoznak, akkor mindezt a böngészőből is megtehetik. De a írott munka lefényképezése mindig opció, és akkor azt is be lehet küldeni, és azt is tudja a kolléga majd értékelni. Köszönöm szépen a figyelmüket!